Nagyon álmosan kezdtek a lányok, rengeteg hibával játszottak szinte végig az első félidőben is, mert ekkor már egy olyan különbség alakult ki a Gödiek szempontjából, amelyet a második félidőben gyakorlatilag csak őrizni kellett. Hiába készültünk a Gödre, a Göd játékára, amit ugye 6 éve játszanak, mióta én legalábbis itt vagyok, ugyanazokkal az alapemberekkel, egyszerűen a védekezésünk nem áll össze, nem akarnak a lányok védekezni. Olyan hibákat vétünk, ami én szerintem már gyerekbajnokságban is megbüntetik az ellenfelek, nem hogy itt ilyen szinten. Szóval az elképzelhetetlen, hogy egy csapat kap a múlt hétvégén 43 gólt, most 36 gólt, és úgyse fogunk tudni annyit lőni, amennyivel mérkőzést nyerünk. Itt a védekezésünket kell olyan mértékben összeszedni, hogy egyáltalán legyen esélyünk bármire is itt a bajnokságban, mert ezzel a teljesítménnyel, ezzel a hozzáállással, két-három ember kivételével azt mondom, hogy nem lehet. Nem lehet így hozzáállni egy mérkőzéshez. Hiába beszélünk meg edzésen dolgokat az ellenfélről, hiába videózzuk le. Ha fejbe ez nem jön át, akkor, illetve hiányzik az a 60-70% akarat, ami kell a védekezéshez, akkor ez van belőle, mint ami most volt meg, ami múlt héten. Az első fél időn már talán eldönthettük volna a mérkőzést, rengeteg hibával játszottunk, körülbelül 6-8 olyan eladott labdánk volt, amiből ugye az ellenfél tudott, ugye a balmaz irányok tudtak indulni. Hozzáteszem, ugye, vagy hát mi is tudtuk, vagy láttuk most is, hogy azért tartalékosak voltak a balmaz, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez nekünk mindenképp kedvezett. Biztos, hogy ennél jobb teljesítményre lett volna szükség, hogyha a teljes csapattal tudnak kiállni. Én azt gondolom, hogy ami plusz tudtunk hozni, ugye nekünk azért hosszabb volt a kispadunk, akik cserébe bementek, ugye akár szélre vagy beállóba, ugyanúgy tudtak a mérkőzés színvonalához és gólokkal tudták segíteni a csapatot, és ez védekezésben is alapvetően ez látszott, hogy ugye tehát jobban tudtunk cserélni, hosszabb volt a kispad, ezáltal ugye pihentebb emberek voltak a pályán, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez döntött azért a két csapat között. Három kulcsjátékos hiányzott a mai mérkőzésről, az ő hiányokat nyilván megérezte a csapat. Azzal próbáltunk kompenzálni, hogy minél jobban, minél többször megjátsszuk a beállós, hiszen ebből adtunk el nagyon sok labdát. Nem ez volt a megbeszélt játék, hogy két passz után verjük a beállóshoz a labdát, vagy adjuk az ellenfél kezébe a labdát. Ez én úgy gondolom ilyen pánikszerű menekülés, felelősség, nem vállalása, átgondolatlan. Tehát nem is gondol egy-két játékos bele, hogy mások azért dolgoznak, hogy neki helyzetet teremtsünk, erre fogja és hozzávágja a beállóshoz, vagy éppen a ellenfél kezébe játssza a labdát. Nem ez volt. A megbeszélteket nem hajtottuk végre, kértem, hogy nagyon sok mozgása. Ugye ez a Göd, ez egy kiugráló védekezést mutat be, akár a Gyetván, akár a Solymosandi, akár a Szenes Bettina lépnek fölfele, lépnek ki, próbálnak labdát halászni. Ezt csak úgy lehet, hogyha a nagyon sok mozgása, a kilépő védőket otthagyva szétszedjük ezt a védekezést, vagy befutásokkal. Hát ebből valami keveset láttunk, valljuk be őszintén. A második fél idő olyan volt, mintha egy picit edzőmérkőzés jellege lett volna. Oké, rendben koncentráltak a lányok, viszont gyakorlatilag minden helyzetből gólt szereztek, gyönyörű szép akciókat vezettek. Én azon, hogy az utolsó 10 percnek inkább ilyen gruntkézilabda jellege volt a részünkről. Szintén rengeteg hibával kezdtünk játszani, ugye itt már elhittük, hogy megvan a két pont, és akkor itt egy kicsit lazábbra vettük mind a védekezésünket, mind a támadójátékunkat. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem tehát nem úgy készültünk, egész héten ugye készültünk erre a mérkőzésre, amire készültünk ugye a balmaznál, hogy 5-1-es védekezés csinálnak, ugye ezt talán nem is csinálták az egész mérkőzésre, az zárt 6-os falat védekeztek. Ugye én mondtam a lányoknak, hogy azért ne vegyük félváról a mérkőzést, mert itt mindig meg szoktunk szenvedni, talán ez a csarnoknak a hangulata, úgyhogy
Én azt gondolom, hogy nem volt ez olyan könnyű mérkőzés, úgyhogy örülünk a két pontnak, rendkívül fontos volt nekünk ez a két pont, nagyon rosszul kezdtük ugye a bajnoki rajtunkat, reménykedünk benne, hogy azért tudunk további menetelni. Két mérkőzésen közel 80 gólt kaptunk ezzel, hát nem csak a csapatnak az önbizalma, hanem a kapusoknak az önbizalma is rendesen alább hagyott. 7 méterről átlövés gólokat kapunk, illetve 6 méterről, én most még nem láttam jegyzőkönyvet, de szerintem a két beállós közel 12 gólt biztos lehet, ha nem többet. Körről. És akkor még nem beszéltem a szélsőkről. Érthetetlen az a védekezés, hogy nem veszük észre, kínálunk 9 méteren, mozizzuk a mérkőzést, befutnak mögöttünk, nem érünk oda a szélső támadókhoz, elképesztő. Miben változott a csapatjáték a kezdeti gyengébb teljesítmény után? Itt most gondolok az első néhány mérkőzésre, ahol szinte pont nélkül maradtak. A első három fordulóban ugye nem tudtunk pontot szerezni, ugye, hát ez talán mondhatjuk, hogy a sorsolásunk is viszonylag a Kecskemét kivétel azért szoros meccset játszottunk a Fradival is és a Pénzügyőr, és a Pénzügyőr most láthatjuk, hogy 8-10 gólokkal veri az ellenfeleit, mi hárommal kaptunk ki. A másik, ugye vannak nálunk új játékosok, ugye a Vácó, a kettősök is újak, alapvetően ugye még ez egy formálódó csapat, ugye két rutinosabb játékosunk, vagy három pontosabban, ugye a Pisák Renát, a Gyetván Kriszti és a Fülöp Andi. Alapvetően ugye nagyon fiatalok vagyunk, és ezzel azért az jár, hogy néha azért nem minden működik úgy, ahogy szeretnénk. Még formálódunk, remélem, hogy ki fog jönni a csapatból folyamatosan a jó teljesítmény. Ami mondjuk még ma sem volt, azért tökéletes. Nagyon jól kezdtük a bajnokságot két győzelemmel. Aztán az ellenfelek kiismerték a csapatot? Mi saját magunkat vágtuk át azzal, hogy elhittük, hogy hú, van két győzelmünk, milyen jók vagyunk. Nem kell edzésre járni, nem kell edzeni. Én legalábbis ezt így gondolom. Mi balmazújvárosiak nagyon jól ismerik Kaltenecker Anettet, illetve az ő játékát, hogyan tudott beilleszkedni a Gödi együttesbe? Kalci az nagyon jól beilleszkedett, remélem, hogy jól érzi magát Gödön. Kap játék lehetőség, én azt gondolom, hogy a másik balszélsővel nagyon jól kiegészítik egymást, és ha esetleg az egyiknek nem megy annyira, akkor a már. Tehát azért jó, mert mind a kettő tud hozni pluszokat, mind védekezésben, mind támadásban. Hogyan telnek a hétköznapok? Azt tudjuk, hogy nincs egyszerű helyzetben a csapat, Debrecenben edzenek. Mik a lehetőségek, illetve milyen az edzés látogatottság? 5-6 ember. Ez az egy. Így hogyan lehet készülni? Sehogy. Másfél. Ugye volt most két hetünk, hogy felkészüljünk erre a mérkőzésre, több mint egy hetet a védekezéssel foglalkoztunk, de úgy nem lehet védekezést gyakorolni, hogy a 5-6 emberből 4 darab szélső van, meg egy darab kapus. Nem lehet. Mi a célja a Gödnek? Évek óta most már talán a 6. szezonunkat vagyunk NB1B-be. Ugye a fő célunk nekünk a tisztes helytállás. Ugye nekünk nagyon jó a kapcsolatunk a Váci NKS-ével, ugye onnan vannak mindig feltörekvő játékosok, akinek ugye az is a célja Gödnek, hogy ezeknek játék lehetőséget tudjunk adni, és nekünk az a fontos, hogy egy tisztes helytállással a középmezőnybe próbáljuk magunkat, mindig is ez volt a célunk. Most nyilván, amikor jobban sikerült, ez voltunk már harmadikok, tavaly negyedikek, elsők is. Nyilván minden meccset meg szeretnénk nyerni, de hát ez nem mindig sikerül. Hogyan tovább? Hogy lehet kijönni ebből a, hát nem hullámvölgyből, ebből a gödörből? A lányokat érdekelték kell tenni abban, hogy edzésre járjanak. Úgyhogy azt a kis pénzt, amit kapnak, azt nem fogják megkapni teljes mennyiségben. Teljes összegben, tehát itt valamit csinálni kell, mert ez nem vezet sehova. Mi annak idején, mikor MB2-be kiestünk, az MB2-es csapattal 5-öt edzettünk hetente. Most, hogyha látom, a két hét alatt kettőször volt együtt a társaság, kettő edzésünk volt, úgyhogy
azt mondhatom, hogy majdnem teljes létszámba. Ez a majdnem teljes létszám, ez azt jelenti, hogy nem tudunk két kapura játszani, mert nem vagyunk még annyian. Tehát a teljes létszám az 14-15 fő, és nem 16. Abba is van olyan, hogy a 14 főben három kapus van. Tehát nem tudunk készülni. Ebbe valamit lépni kell, ezt már az elnök úrral is beszéltem, hogy ez így nem mehet tovább, ebbe kell tovább lépni. Természetesen amellett, hogy nem adjuk föl, mert sportolók vagyunk, és dolgozni fogunk tovább, de ha ebben nem lesz változás, akkor a pályán se lesz változás. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy héten egyszer próbálunk valamit gyakorolni, készülni az ellenfélre, ezt pénteken este 8 órakor vagy 9 órakor tesszük, akkor a vasárnapi előadás az hasonló lesz, mint ami mostanában.